ilyen meredek bejárata van a Döbölnek? Hát akkor ugye viszont nem folyik be a sodrás, tehát csak... Ez nagyon érdekes. Hát ez komoly. És akkor ez még Zebegénynek a felső vége. Aha. És tulajdonképpen oda, ahol a kocsik állnak, onnan is Piris Marottról tud ide lekanyarodni? Van egy ilyen vékony nyelv. Aha. Van ilyen 10 méteres kélességű nyelv. Hihetetlen. És ha megnézed, az ott a hátul a többi rossz hajóról, ott is van egy pár. Ja, igen. És onnan az legalább 500 méter van, elég tudom. Aha. Nagyon jó, nagyon jó. De elég nagy a vízkörülete, nem? Nagyon. De figyelj, akkor, mint a Velencei tó. Hát nem, de nagy. De és most értem, hogy miért nem látszanak, tudod, én a műoldas képen meg akartam nézni egyszer a hajókat. Nem látszik egy hajó se, mert eltakarja a növényzet. Igen, meg nincs olyan kívánc, hogy el volt sűrűzve. Igen. Mert ezen a parton van még egy kívánc, 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 kívánc. Aha. Te, és oda a felső végéig már nem tudunk elmenni? Aha, akkor. Ja, csak majd nézem a daksit közben. Jó. Aha. Ja, látom, igen. Óriási. És akkor onnan még erre a földnyelvnek ide a végére le tudnék jönni. Aha. Nagyon korrekt. De így még nem látod, de lesz benne még egy földnyelv. Igen. Mert itt egy földnyelv, aminek a kicsikét átról, akkor az benyújt még jobban van. Ja, értem. Aha. Nagyon komoly. És akkor még eddig itt, ha mondjuk ha röviden csak a faluig mennénk, akkor itt meddig jönnénk még itt el? Nem értem a kérdést. Na most itt visszamegyünk, eljövünk idáig, és akkor merre van a falu? Maga Marot? Arra? Hát és, nem így, akár így. És valahol van itt egy út befele? De nem, így megyünk itt körben, vissza fog menni a főúton, visszajön majd. Ja, értem. Jó, jó, jó. Mert jó, akkor nem látjuk körben. Persze. Na, hát ez... Megállunk meg. Jó.